Szállítást előtt átvizsgálták, de szállítás után is meg kell nézni. Restaurátorok ellenőrzik, hogy nem keletkezette valamilyen kár Ripple Rónai József Interiőr Kékruhás Lazarinnal című festményén. Szerdán délelőtt érkeztek meg a képek a Józsa András Múzeumba, hamarosan pedig egy 160 festményből álló kiállítás várja majd a látogatókat. A festő művészt a szecessziós törekvések legjobbjaként tartják számon Magyarországon, többek között ezért is lesz majd kuriózum a nyíregyházi tálat. Ő egy újító volt, manapság úgy hívnánk őt, hogy innovátor, hogy innovatív szerepet töltött be. Nagyon sokat tevékenykedett ugye Párizsban, és Párizsban is mindig az újítások, az új festészeti dolgok iránt nagyon-nagyon fogékony volt, és ez feltűnt a világnak is, feltűnt Európának, feltűnt a franciáknak, és óriási ismertsége van világszerte Rónainak. Nem akarom kicsinyíteni a többi óriás magyarnak a festői munkásságát, de az aukciós irodákban most Rónai képei magyar festők közül a legmagasabb áron kelnek el. Az alkotásokat három különböző teremben függesztik majd ki, a járványhelyzet miatt megtekintésüket azonban a Józsa András Múzeum előzetes regisztrációhoz köti. A kiállítás november 4-én nyílik meg, és több mint 5 hónapon át egészen március végéig lesz látható.